Szombathely és Kecskemét után Nyíregyházára látogatott el az Ágyközénk című programfolyam, hogy különböző foglalkozások bemutatásával könnyítse meg a diákok számára a szakmaválasztást. Szerda délután több mint 150 tanuló lepte el a Váci Mihály Kulturális Központ harmadik emeletét, ahol négy szakma jeles képviselői adták át tapasztalataikat és mutatták be munkájuk részleteit. Ez a roadshow harmadik állomása Nyíregyháza. Négy helyszínen kerül megrendezésre ebben az évben az ország különböző területén, és a jövőben különböző szakmákban és más megyékben is szeretnék megjelenni ezzel a roadshow-val. Itt ebben a megyénkben, mi megyénkben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szakács, a pincér, a fodrász, illetve a szárazépítő szakma kerül elsősorban bemutatásra. Az eseményen az építőipart és a szárazépítés szakmáját is népszerűsítette egy cég, amely egészen innovatív ötlettel állt elő a középiskolások figyelmének felkeltése érdekében. Mi a szárazépítéssel olyan rendszereket próbálunk megépíteni, ami egyre népszerűbb jelen pillanatban az építőiparban. Az építőipar fölépít egy vászszerkezetet, amit mi a szárazépítéssel kidíszítünk, illetve funkcionálisan megoldunk. Mi egy kicsit most másképp készültünk erre a kiállításra, ugye nagyon sok fiatal jelenik meg a kiállításon, ezért olyan extrém dolgokat hoztunk a kiállításra, ami nem egészen a szárazépítési rendszerekről szól, hanem extrém dolgokról, amit meg tudtunk valósítani szárazépítési anyagokból. Amit a kiállításon most itt bemutattunk, az egy elektromos gitár, amit egy padlószerkezetből építettünk, és az volt a lényeg, és a kisfilm is erről szól, hogy az operaházban kivettük pár órára az operaházat, és ott tulajdonképpen egy ilyen videoklipet forgattunk, szárazépítési anyagokból épített hangszereken. Tehát egy kicsit most megfordítottuk a történetet, és az érdekességet hoztuk el a fiataloknak. A program népszerűsíti a szakma kiváló tanulója elnevezésű versenyt is, amelyen középiskolások mérik össze tudásukat saját területeiken. Ezt a vetélkedőt minden megyében megrendezik, az országos döntőre Budapesten kerül majd sor, a legsikeresebb fiatalok pedig a Euroskills nemzetközi versenyen is képviselhetik az országot.